Bár a jelenlegi időjárás nem kedvez az uborkának, a rendszeres gondozásnak köszönhetően kiváló lesz az idei uborka termés, mondta el kérdésünkre Dombrát polgármestere. A településen a 300 közmunkásból 35-en dolgoznak a zöldség termesztésén, a három éve elindult programban idén hat diákmunkás is segít. Három éve foglalkozik az önkormányzat a mezőgazdaság és a program keretében kordonos uborka termesztésével. Elmondhatjuk, hogy az első év az inkább tanulé volt, akkor sem termeltünk veszteséget, de miniális nyereség volt. Tavaly már olyan másfél millió forint nyereséget tudtunk termelni az uborkán. Az idei év az még jobbnak ígérkezik. Eddig körülbelül olyan két és fél millió forint értékű borkát tudtunk a partner felé, a leszerződött partner felé értékesíteni, úgyhogy mi bizakodók vagyunk, hogy ez még jobban sikerül ez az év uborka szempontjából. A település már száz évvel ezelőtt is a foghagyma termeléséről volt híres. A gyökerekhez visszanyúlva jelenleg több mint három hektáron termesztik, a tervek szerint pedig a közeljövőben már helyben fel is dolgozhatják Dombrádon. Azt tudni kell, hogy, hogy Magyarországon ugye makó környékén termesztik a fokhagymát, és nagyon sokat hoznak be más országokból, és hát úgy gondoltuk, hogy, hogy ebből az önkormányzatunk kicsit nagyobb bevételre tud szert tenni, és ezt szeretnénk folytatni úgy, hogy a megtermelt fokhagymát feldolgozni mert hogy hogyha egy fokhagyma krémüzemet tudnánk építeni, akár egy start mintaprogramból, akár más pályázatból, akkor több embernek tudnánk munkalehetőséget adni az év egészébe. A magyar fokhagyma közel 95%-át bátya és makó környékén takarítják be. Ezeket az arányokat változtathatná meg a dombrádi fejlesztés.